Sziasztok srácok, én Neon vagyok, ez pedig itt a Barangolás a Kalandpályákon című sorozatom következő része, amit én mostantól csak BAK-nak fogok rövidíteni. Bár aki akarja, szívhatja nyugodtan paknak is. A most következő pályát Mr. Plasma készítette, és az a címe, hogy a Kónya tündér. Én Mr. Plasmának már láttam egy korábbi pályáját, azt hiszem a címerezésben, de most nem egészen vagyok biztos benne, de arra emlékszem, hogy az egy jó pálya volt, hát remélem, hogy ez is hasonlóan jó pálya lesz. Amint láthatjátok, itt vagyok most a menüben, egyébként baromi jó ez a megoldás. Nem tudom, hogy milyen megoldást használ, de amit láthatjátok, itt van egy menü. Azt mondja, a kezdéshez jobb klik, történetes P, szabályokos shift. Hát akkor kezdjük a szabályokkal. Szabályok 1.12.2-ben játsz, ez megvan, ez fontos, igen ne használj semmilyen modot, illetve segédprogramokat, amelyek megkönnyíthetik a pályán kapott feladatokat. Egy játékosban játsz, mivel többjátékos játékos módban előre nem látható hibák léphetnek fel, igen, igen. Mindenképpen resource pack játsz, mivel ha nem, az nagyot ronthat a játékélményen. Hát úgy tudom, hogy ez láthatóan be van töltve, hiszen itt van ez a menü. Amit elfelejtettem egyébként, hogy föl kell venni a a csánkot 14-re minimum. Jó, legyen 15. Azt mondja, történet, ez fész. Történet. A család már készülődik a nagy vacsorára. Te éppen a szobádban vagy. Az anyukád kihív, mert szeretne neked feladatokat adni. Ha nem baltázod el a neked szent küldetéseket, akkor megkapod a napi zseppénzed. Miért általában elbaltázom, vagy én ilyen kétbalkezes ember vagyok? Lehet egyébként arról szól a történet. És akkor már csak a kezdés van hátra, az jobb klikket kell nyomni. Anya mondja, fiam, gyere, feladatokat adnék neked, ne csak folyton a szobádban legyél, és kiírja a nevem, de jó. És akkor én mondom, hogy oké, okay, megyek, és akkor az lennék én, azóta, hát nem az én skinem, de elvileg az vagyok én. Tovább, ez egy kattintató szöveg, hát ezt tudjuk. Azt mondja, hogy a konyha tündér, bye Mr. Plusba, menj ki anyukádhoz. Jól van. Ez a szobám. Hát ez biztos, hogy nem az én szobám. Oh, tök jó dizájn. Ebbe van valami? Nincs üres láda. Ah. Miért van doboz a szobámba? Nem értem. TV, halálfejes kép, meg egy... Meg egy nem tudom milyen kép. Ó, milyen jó kis laptopom van. Na mondjuk, ha az én laptopomhoz nincsen hangszoró bekötve, de... De jó. Jól néz ki egyébként, tök jó. Ó, és itt is így ez a megoldás, hogy világít, akihez menni kell, ezt tetszik. Na, azt mondja, anya. Nos, tehát, az első az lenne, hogy a vén Herbert nem akar kijönni a szobájából. Kérlek, vedre, hogy kijöjjön, vagy idő van. Rendben, menj be Herberthez, és intézd el, hogy kijöjjön. Hú, ez a Herbert név, ez valahogy nagyon ismerős nekem, csak nem tudom, azt hiszem valamelyik filmben volt. Hú, uh, ezek a tányérok tök jók, és ezek a modellek is. Ó, ez elég jó megoldások vannak azon a pályán. Azt mondja, Piskótás Attila. Ez, ez nem az én szobám. Azt mondja, legkisebb max szobája. <laughs> én vagyok a legkisebb a családba. Piskótás mami és papi szobája. De én nem tudok bemenni. Ó, oh, akkor a bátyámat hívják Attilának. Tök jó. Ez azért vicces, mert van egy ottilla nevű barátom. Vén Herbert bácsi, na, miért nem vagy hajlandó kijönni vacsorázni? Herbert, te meg mit akarsz, kis unokám? Nem látod, hogy most nem érek rá? Új órát nézek magamnak az interneten. Gyere vissza később. Én mondom neki, hogy. De mégis minek neked új óra, Herbert bácsi, hiszen ott van az, ami már négy éve használsz. És akkor erre mondja Herbert bácsi, jobban szeretek a szobámban vacsorázni. Ja nem, nem, elcsúsztam. Szóval azt mondja Herbert bácsi, a régi órámat elvastattam. vajon miért keresek az interneten új órát, gondolkozz már unokám. <laughs> Jó van. Mi lenne, ha megkeresném neked? Viszont cserébe ki kell jönnöd vacsorázni. Jobban szeretek a szobámban vacsorázni, de van, megegyeztünk. Feladat, keresnek meg Herbel bácsi óráját. Ha megszerezted, akkor vedd a kezedbe és vidd oda neki. Segítség, azok az a szöveg, csak ha nem menne. Hú, hát Herbert bácsinak elég bókhálós már a szobája, nem csak hogy ott tölti a vacsoráját a szobájában, de lusta takarítani is. Ládádban nincs semmi. Ő is a laptopozik, kocka. Kocka Herbert, nem jó. Nem szabad egész nap laptopozni, gyerekek. Na, hol lehet Herbert bácsi? Lehet, hogy a konyhába. Á, nem tudok bemenni a konyhába. Még. Akkor vajon hol lehet? Itt a kiárat. De persze, nem tudok bemenni. Oda nem tudtam bemenni. WC. Á, tudja, hogy a WC-be lesz. Ez... Jaj, ez tükör akar lenni? Nincsen tükörképem, vampír vagyok. Jó, és mindenki eljátsza minden egyes viszni. Egyébként egyszer valaki megoldotta, hogy legyen tükör, és hogy ott legyen a tükörképem, és baromi jó megoldás volt. Na vajon hol lehet az az óra? Te meg ki vagy? Ez, ez itt a Slenderman. Nem, ez... Bár lehet, nem. Nem, ez valami más. Te mit keresel itt nálunk? Vagy ez egy istereg akar lenni? Ha istereg, akkor nem tudom, hogy ez kinek a feje. Na, de hol lehet az az óra? Ja, meg kéne nézni a töltségeket. Nem, nem... Egyébként, már nem azért, de egy családiasban lakunk, és egy komplett, uh, uh, Mi az, nyilvános WC van a házunkban. A szép. Na. Ja, kart meghúzom, az... Ezt csak lehúzom, de... De itt kell lennie. Várjunk. Á, ott az óra. Herbert bácsi leúzta az óráját. Hát szabad ilyet. Na, vissza neki. Megszerezted? Köszönöm, jól van. Ki vagyok vacsorázni. <laughs> Tovább. Azt mondja, hogy anya mondja. Fiam, gyere csak, adom a következő munkát számodra. Feladat, menj oda anyukádhoz. Mi ez hogy adom a következő munkát számodra? Olyan, mintha én lennék a csicska a családba. Mondjuk ez a, ez a szöveg is arra utalt egy kicsit, hogy a, hol van? Itt legkisebb tök max szobája, szóval... <laughs> Jól van. Azt mondja, anya, hozd nekünk vacsorát, mivel ma te vagy a soros a vacsora főzéssel, mit körbe, ilyen körbejár a sor, hogy minden nap főz valaki. Az jó. Szóval, te ugye sorosabb sem vagy serafőzésel, tessék, itt egy kis segítség a receptekhez, valamint az is benne van, hogy ki mit kér. <laughs> Jól van akkor, és akkor most már bemeltek a konyhába. Aha, itt van a crafting receptek. Esetleg nem tudnám. De hát akkor a könyvben miért. Jó, ja, hogy abban van, hogy ki mit kér? Jó. Szóval. ó kattintatok a polcra. De jó, ez tök jó megoldás! Csak én a könyvvel akartam elolvasni, a receptek. Herbertnek kell egy hallal töltött kenyér. Itt van a recept. Jó, megnézzük. Recept. Vegyél ki a ütőből egy nyers tőke alatt, tedd a kemencébe sülni, vegyél ki a polcol egy kenyeret. Ha megsült a tőke akkor a össze őket a barkácsasztalban, a falon, ja, de egy A betű. Barkácsasztalban a falon látható módon. Azt mondja, hogy hol a üttő. Itt ő, itt a itt Jaj, automatikusan kinyílik. Nem? Ja. Ó, oh, van itt. Hagymás bab, Isten találtál. Megtaláltam a hagymás babot, srácok. De nem hagymás bab textúrája van. Ne? Na mindegy. Nyers tőke, szóval ezt be kell rakni a sütőbe sülni. Igen, ott is van benne a szén. Jó, és hogyha kisült, akkor kenyérrel kell összekraftolni. Itt meg van sok kenyér. Na. Kisült a hal. És akkor majd csak össze kell kraftolni. Igen. De nem a képen látható módon, tehát a hal az alulra kerül, fölülre a kenyér. Anya mondja, most pedig jött a következő, tessék, kaptál egy új könyvet. Ja, azt mondja, többieknek sült csirkével töltött kenyér recept. Vegyél elő a ütőből egy nyers csirkehús, tedd a kemencébe sülni, eusztán vegyél ki a polcra egy kenyeret. Miután megsült a csirke, raftold össze a kenyérrel, úgy, mint az előzőnél. Jó van, akkor e, csirke ütőből. Igen, a e, súlyra töltődött. Akkor ezt is berakjuk sülni. Kell még egy kenyér? Többi polcon is van kenyer? Ah, rengeteg kenyerünk van. Tele vagyunk kenyérrel. Na, lássuk. Ja, megsült. Közben. Meg várok, hogy kisüljön, miközben már rég megsült. Azt mondja, alulra ez. Itt a kenyér. Jó, ez is megvan. És akkor anya mondja, köszönjük a segítséget, gyere, egyél velünk megdolgoztál érte, hát igazából én voltam a csücska a családban, ti nem csináltatok semmit, de jól van, együnk tovább. Azt mondja, hogy nos, most, hogy végeztünk az evéssel, mehetek a játszótérre? Igen, mehetsz, jó szórakozás, menj ki játszani. Játszótérre. milyen fiatal vagyok én? Fiatal vagyok, játszótérre járok, de közben engem ugráltatnak, hogy főzzek vacsorát. Érdekes. És akkor, ja most kell a kiárathoz menni. Gondolom én. Itt van a kiárat. A tündér. Köszi, hogy végigjátszottad. Ha tetszett, vagy esetleg bogot találtál, akkor küld nekem e-mailt. Ott az e-mail címe Mr. Plazmának. Mr. Plazmának egyébként a csatornáját is majd ki fogom tenni a laírásba. Nézzetek be hozzá. Készítési idő körülbelül 6 nap, készítette Mr. Plasma, tesztelte Kalidor 33 és The Warden, vagy Deep Warden, nem tudom, hogy kéne kimondani, és én nem tudok elmozdulni. Hát akkor így, így lebegve fogok elköszönni tőletek, illetve elmondani a véleményemet. Nos, Mr. Plasma, köszönöm szépen, hogy elküldted nekem ezt a pályát, nekem igazából tetszett, csak egy kicsit furcsa volt a történet, mármint hogy... Oké, okay, én vagyok a legkisebb a családba, és mégis engem ugráltatnak. Viszont a Helber bácsinak a karaktere tetszett, hogy meg kellett keresni az óráját. Viszont kicsit becsapós a cím, mert igazából a konyhatündért azt arra az emberre szokták mondani, aki nagyon otthonosan magog a konyhában, és különlegesebbnél különlegesebb ételeket tud készíteni, vagy csak egyszerűen nagyon jó a főzésben. Nekem meg igazából ilyen egyszerű ételeket kellett elkészítenem, és semmi extra nem volt benne. Szóval ez így nekem egy kicsit fura volt, de nekem igazából tetszett ez a pálya, és remélem, hogy a következő pályád is hasonlóan jóra fog sikerülni. Nektek köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, illetve kommentben írjátok le a véleményeteket róla. Ha pedig kíváncsiak vagytok a többi részre is, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő részben.